Egy dologról nem volt még szó, videón, dizájnról. A blogon nagyon sokan mondták, hogy én lefigáztam, amikor kikerültek a képek. Hát az van, hogy nekem továbbra sem tetszik az új iPhone, és pontosan az ott a problémáim, amiket itt le is írtam annól, amikor kikerültek az első képek. Tegnap este, tök sötétben próbáltam fölvenni a telefon, össze-vissza forgattam, hogy megtaláljam a home gombot. Aztán úgy negyedikre sikerült, mert pont fordítva fogtam, mert ugye nem lehet érezni, melyik az eleje. Másik, hogy fogásra sokkal-sokkal kényelmetlenebb, mint például a 3G-es. A 3G-es oké, hogy ilyen kicsit old school-nak tűnik már mellette, de ez a szappantartó forma, ez sokkal-sokkal kényelmesebben fogható. A Laci kollégám, akit most tolgatja a kamerát, ami egy iPhone 4, ő nem értem egyet, ő neki nagyon tetszik az új dizájn. Tény, hogy szép ez a nagy fekete üveglap meg minden, de fogásra kényelmetlenebb. Ami jó lett, hogy jóval kisebb, mint a régi iPhone. Gyakorlatilag itt megpróbál megmutatni. De így beigazítjuk, akkor ennyivel keskenyebb lett a telefon. És hát jóval vékonyabb is lett. Bő 3 mm a különbség. Súlyra ugyanaz. Kiskerek gombok az nem olyan gáz, mint a képeken először, amit láttunk. Körülbelül ennyi, amit az új iPhone-ról el lehet mondani. Szerintem a legnagyobb probléma, hogy fogásra nem olyan jó. Viszont nagyon-nagyon robosztus a dizájn. Tehát, hogyha valaki kézbe veszi, akkor a 3G-es, hogyha nyomogatom, akkor az ilyen recsegést valamennyire lehet érezni, meg ezt a műanyag feelinget. Ennél egy ilyen vasdrabot fogunk a kézbe, vas és üveglapot. Én jobban örültem volna, hogyha az iPadnek a dizájnját kapja. De hát nem azt kaptam. Körülbelül 50-50, valakinek nagyon-nagyon tetszik az új dizájn, valaki meg azt mondja, hogy a régi szebb volt. Hát ennyit tudok elmondani az új iPhone dizájnjára. Új iPhone. Dizájnra nem tetszik. Hangosabban. Dizájnra nem tetszik. Egyébként meg jó, tehát így kiüti a szemed. Kiüti a szemed? Kiüti, igen. Okay. Vennél? Nagyon, persze, igen. Nem tetszik, de vennél? Igen. Betesz úgyis egy tokba, nem? Ezt kész. Hát, meg lehet, hogy az se. De a bumperek azok. Instant get. Igen. Oké. Okay. Is, hogy tetszik az új szifon? Nekem nagyon tetszik. Szerintem baromi jól néz ki. Nekem sokkal jobban tetszik, mint a 3G, meg a 3G-es. Tök jó az a fémkeret, az egésznek a fogása nagyon masszív, tehát nagyon össze van rakva. Nekem a csíkok is tetszenek. Hát egy kicsit gáz a kerek hangerő szabályozó gomb, de nem olyan vészes. Összességében szerintem sokkal jobb, mint az előző. Vennél? Nem, vettem. Oké. Okay.